Számos koncertnek adott helyszínt idén is a Helikon Kastély Múzeum parkja. Többek között fellépett Szolnoki Péter, a Music Art Klasszik Koncert iroda művészei, vagy például a 100 tagú cigányzenekar is. Népszerűek voltak a színházi estek. Minden évben elmaradhatatlan rendezvény a Régmúlt Idők Lovas Fesztiválja, ahol a paripák mellett a huszárság is főszerepet kapott. Többször szerveztek növénykiállítást, a posgások mellett a kaktuszok világával is megismerkedhettek a látogatók. A Helikon Kastély Múzeum parkja kedvelt helyszíne a különböző járművek találkozójának. Trájkosok, veteránautósok is itt mutatták be féltve őrzött kincseiket. A különböző tárlatokat is nagy számban nézték meg az érdeklődők. Ebben az évben a 2019-es adatokat is felülmúlták. Akkor mintegy 140 ezer látogató érkezett csak a nyári időszakban a Helikon Kastély Múzeumban. Ezt jelentősen sikerült megfejelnünk. Valamivel több mint 160 ezer látogatót fogadtunk az idei évben, az idei nyáron a Helikon Kastély Múzeumban. És el tudjuk mondani, hogy mind az előszezoni időszakban, sőt, még most is nagyon szépen érkeznek hozzánk a látogatók. Én azt gondolom, hogy meg fogjuk haladni azt a bűvös 250 ezer látogatót is az idei évben összességében, sőt lehetséges, hogy megcsípjük a 260 ezer látogatót is. Az elmúlt időszakban is számos fejlesztés valósult meg az intézményben. Az Építési és Beruházási Minisztérium támogatásával ezek a beruházások folytatódnak. Többek között elkezdődött egy komoly kutatás fenékpuszta történetével kapcsolatban. Visszakapta eredeti funkcióját a tükörterem. Hazánk egyedülálló főúri ebédlőjét rendezték itt be. A Helikon Kastély Múzeum ősszel sem zárja be kapuit. Csatlakoztak a kulturális örökség napjaihoz, ami most hétvégén lesz, de többek között a múzeumok őszi fesztiválja kapcsán is lesznek programok. A légimentős véradásra is lehet majd érkezni, illetve októberben a hagyományos esküvői nyílt napra is várják a házasulandókat. A Keszthelyi Televízió híradóját Lendvai Bianka tudósította.